Egyetem alapító közösségépítő, az állattenyésztés nemzetközi elismert szaktekintélye. Idén 80 esztendős a Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem örökös rektor emeritusa Horn Péter, akit a napokban kollégái, barátai, tanítványai is ünnepeltek. Őt köszönhetjük ma este stúdiónkban. Isten hozta, jó egészséget kívánok, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Örülök, hogy itt van velünk. Én is örülök, és köszönöm a jó kívánságokat. Készülgettem a mai beszélgetésre, hát igen gazdag életút áll ön mögött, és ugye Budapesten született, aztán a Gödöllői Főiskolán végzett, Agráregyetemen. Hát hogy jött egyáltalán a szakmaválasztás, hogy jött az agrárium, a mezőgazdaság? Nálam ez nagyon könnyű volt, az egyik nagypapám az patikus volt ugyan, de 1000 hektáros birtoka volt. Édesapám az nemzetközi hírű kutató volt, és professzor, szarvasmarhával foglalkozott, akadémikus. Én meg gyerekkoromban, már 5 éves koromban selyemhernyókat tenyésztettem, utána 7 éves koromtól pedig elkezdtem halakkal foglalkozni, amit aztán nagyon nagy professzionális szintre fejlesztettem, mert 14 éves koromban már az ELTE-n tartottam szakelőadást díszhaltenyésztésben, és utána az első nemzetközi kongresszus szintén díszhaltenyésztésben Lipcsébe volt, amin részt vettem előadóként. Akkor itt elrugaszkodok itt a kis filabuszomtól, mert hogy 14 esztendősen valakit az ELTE-re meghívnak, hogy tartson egy előadást, hát az sem mindennapos, hogy hívták meg oda? Akkor az akvarisztika és a budapesti akvarista szakkör egy hatalmas intézmény és hálózat volt, nagyon népszerű volt, és állami támogatást kapott, és az ELTE-n 2 hetente voltak szakelőadások, amire az akvaristák hívták meg a legjobb tenyésztő specialistákat. És engem 14 éves koromban azért kértek fel, mert akkor egy új halat szaporítottam el, ami abszolút siker volt, és arról kellett beszélnem, és ugyanaznap a nálam 7 évvel idősebb, mai világhírű Csányi akadémikus tartotta a másik előadást, mert az is nagy díszhaltenyésztő volt. Mi volt az a halfaj? Az a fekete moli volt, ez egy korom fekete hal, ami hihetetlen népszerű lett, és azt én tenyésztettem Magyarországon először, és óriási pénzeket kerestem vele már 14 éves koromban, néha többet, mint a professzor édesapám. Hogyan került Kaposvárra aztán? Kaposvárra úgy kerültem, hogy Guba Sándor 1971-ben keresett egy barompist, akkori új karra szakembert, és kim volt Lipcsében a branch professzor barátjánál, és tőle is kért tanácsot, hogy kit kéne, mert nem ismerte a barompisokat, mint szarvasmarhás, és a branch prof mondta, hát te Sándor, hát 2 hete volt itt a Horn Péter, tartott előadást az egyetemen, azt mondja, őt kért föl, mert jobbat úgy se kapsz. És akkor keresett meg Guba Sándor, és hívott meg ide a Gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóból, hogy jöjjek ide a kisállattenyésztési körvezetését elvállalni. És én elvállaltam. Hogy tetszett a Somogyi megyeszékhely? Hát fantasztikus volt, nem csak azért, mert nagyon szép a vidék, hanem olyan tejhatalmat kaptam, hogy hogyan, miért nem volt semmi a kisállatban. Egy feltétel volt, hogy tett fel a nemzetközi térképre, amilyen gyorsan csak lehet. És tulajdonképp 71-ben teljes szabadságot kaptam, hogy kiket hívok ide. Én sem voltam igazi jó káder, de abszolút függetlenítették, hogy kiket választok, nem szólt bele senki. És akkor Kaposváron megismertem egy sor hihetetlen tehetséges embert, akiket politikai okokból máshol elutáltak, és a Guba ezeket mindig legyűjtette. Tehát borzasztó sok tehetséges embert találtam itt, és én is kedvet kaptam, és akkor mindenki hülyének tartott, hogy eljövök ide, mert itt nem volt még semmi. Pont ez vonzott. Ez lehet akkor az kaposvári aranykor titka, mert hogy ugye állattenyésztésbe hagyományosan fellegvárként szokták Kaposvárt emlegetni, és a 70-es, 80-as, 90-es évek volt ennek, ami megalapozta. Már úgy értem, hogy a titka a sikernek az, hogy szaktekintélyek, elhivatottak, nehogy Isten fanatikus emberek, ön is, a többiek is, és akkor így azért könnyű dolgozni? És ez nagyon érdekes volt, mert akkor még, amikor én idejöttem, akkor 5 tehénen kívül itt semmi kísérleti állat nem volt. És én azonnal azt kezdtem, ez is volt a feladatom, nekem nagyon jó vállalati kapcsolataim voltak, és akkor villámgyorsan össze tudtam hozni egy nemzetközi rangú és abszolút példátlanul erős kisállattenyésztési kutatóközpontot, de ezt 95%-ban vállalatok építették nekem. Bábolna, Bikari Állami Gazdaság, 6 olyan kísérleti istállót, amiben
Több technológia volt beszerelve, és az egész világ küldte ide a legjobb madarait versenyezni. Sehol máshol ilyen nem volt. Ahhoz, hogy egy kutatóintézetben jól érezzék magukat a kutatók, nyilván kellenek a kihívások, kellenek a feltételek, meg hát kellenek azok a témák, amikben igazán eredményesek tudnak lenni. Az, hogy ilyen nagy cégekkel dolgoztak együtt, megkönnyítette annyiból is az önök helyzetét, nem csak, hogy a feltételek mondjuk adottak voltak, hanem azt mondta a Vábolna, a másik, a harmadik, nézd professzor úr, én erre lennék kíváncsi, szaporodásbiológia, tartási körülmények, megmondták azt, mire ők gazdaságilag kíváncsiak voltak, és akkor önök meg esetleg ráfeküdtek, és közben rájöttek valamire, mondták, hogy ez itt van, tessék, itt az eredmény, ez forintosítható, de van itt egy másik eredmény, ami meg mondjuk a tudomány szempontjából fontos. Hát a mi esetünk egészen kivételes, én megmondom őszintén, hogy abszolút nemzetközi rangot kaptunk nagyon gyorsan, mert az egész világ madara is itt volt, és a legjobb helyeken kellett előadást tartani, világkongresszusokon, de az összes kutatásomat a rendszerváltásig azt se tudtam, hogy mi az állami kutatási pályázat. Mindent vállalatok finanszíroztak. Bábolna, Nádudvar, Hernád, a mezőgazdasági gépgyártók, a Deltaipar, Moson-Magyaróvár. Egyszerűen nem is tudtuk, hogy mi az állami pénz. Nem érdekelt. Annyira tele voltunk megbízással, meg a nyugati résztvevők. És nem kellett adminisztrálni sokat. 2-3 oldal volt egy szerződés. És akkor minden évben megbeszéltük, hogy mi az, amit lehet használni a vállalatnál, mi az, amit dolgozunk tovább. Sőt, Bábolnával évekig olyan szerződésem volt, ez ma elképzelhetetlen, hogy 60%-ig, mondjuk építettünk egy új kísérleti istállót, 60%-ig csináld azt, amiben megállapodunk, 40%-ban azt csinálsz, amit akarsz. És nagyon sok ilyen volt, és azért volt borzasztó színes a kutatási palettánk. Nem voltunk megkötve. Írtam fel kutatási területeket, de ha itt tartunk, akkor mi az, ami a legnagyobb kihívás volt, vagy ami a legnagyobb büszkeség? Nem is tudom, hogy egy ilyen életműben hogyan lehet helyesen kérdezni. Tulajdonképp ezek, most az első időszakról beszélünk, és a nemzetközi teljesítményvizsgálatok. Az egyetlen voltunk a világon, aki a világ legkülönbözőbb kanadai, amerikai, izraeli, dél-afrikai hibrideket 3-4 féle technológiába hasonlította össze egyidejűleg. Sehol a világon ilyet nem csináltak. Ezért meg lehetett minden cégnek mondani, te öreg, a te hibrided nagyon jó ebbe a technológiába, de nagyon erősen megveri egy sor másikba. Ez teljesen új volt abban az időben. És ugyanezt takarmányozási vonalon, különböző takarmányokon, egyik gyengébb volt, de mindent teszteltünk mindenen. Tehát ezek több tényezőt egyszerre vizsgáltak. Ez frontáttörés volt. Nemzetközileg is, meg a gyakorlati haszna miatt is. De ehhez viszont nagyon bonyolult kísérlettervezés, és rettentő precíz végrehajtás kellett. Mert volt olyan kísérletük, 6-700 kísérleti csoporttal ment. Tehát ehhez nagyon felkészült társaság kellett, és abszolút elhivatott csapat. És nagyon erős vállalati háttér. Ez a vállalati háttér, meg ez a nemzetközi siker, ez a nemzetközi elismertség is hozzájárult ahhoz, hogy azt mondták egyszer csak Baka Józseffel, hogy legyen itt egyetem? Ez tulajdonképp olyan erős volt akkor már a teljesítménye, nem csak ugye a Kahib is itt indult el Európába, először a hibrid disznó, tehát több területen volt Kaposvár abszolút nemzetközi élvonalba. Tehát ez majdnem automatikus volt, hogy utána, amikor ezt átvizsgálták, és egy sor főiskolát ugye fel is számoltak, mert nem volt elég színvonalas, de egy párat kiemeltek, tulajdonképp egyedül a kaposvárit, és ez kapott egyetemi rangot. Mert egyszerűen a tudományos teljesítménye, az oktatás színvonal, ami együtt jár, a vállalati kapcsolatrendszer, szinte automatikussá tette, hogy ez megtörténjen. És a diagnosztikai központ az is ilyen egyenes vonalú volt? A nemzetközi tesztek is ellenszélbe mentek. Hát mindenki azt mondta, a szocialista országban ez egy őrültség, ki fog ide a nyugatról madarakat küldeni. De azáltal, hogy nagyon különleges feltételrendszert kínáltunk, meg teljes szabadságot bármikor jöhetek ellenőrizni, robbant. Tehát az első tesztünkön is minden meghívott, már itt volt Kanadától a világ végéig minden legjobb cég. És ez végig így volt. De nem lehetett hibázni. És abszolút el kellett ismerjük, hogy hisznek az eredményekben. Nem lehetett kormolni. Tehát ezért nagyon meg kellett küzdeni. Na most a diagnosztikai központ az egy egész különleges történet.
Volt egy norvég barátom, aki először, ugye Norvégia gazdag, disznókat vitt egy kórházi CT-re, 81-ben. És én nagyon jobban voltam vele, egy nap tartottunk előadást, én délelőtt disznóról, ő délután. Engem megdöbbentett ez, hogy élve boncol egy disznó. És összejöttünk vele, azt mondja, tulajdonképp ilyet neked kéne csinálni, igaz, hogy ti szegény ország vagytok, de neked a kahib, én voltam annak a tenyésztés vezetője, egymagában tisztel annyi disznaja van, mint Norvégiának. Tehát te vagy az, akinek ezt meg kell valósítani, találd ki, hogy hogy. Hazajöttem, és 86-ban Magyarország egy világbanki programot indított, amiben kutatási blokk is volt az állattenyésztés. És én akkor 86-ban szolgálati szabadalmat, pont a norvég példán csináltam, egy kettős, hogy orvosi hasznosítás is, meg állattudományi. És egy pontos leírását és szabadalmát ennek az egész rendszernek, pontosan le van írva minden, amit el is fogadtak, mint eljárási szabadalom, és ezzel bepályáztam egy világbanki kutatási programba. Mert ugye ez devizáért kellett megvenni, ezek drága dolgok voltak, le volt rajzva az épület, minden, humán és állattenyésztés, nemesítés. Először a Világbank küldött egy levelet, hogy nem lehet, ezt nem lehet a kettőt együtt. Két hét múlva, hogy ez a döntésünk nem érvényes, a legelső helyre került az összes kutatási pályázat közül, mert a legforradalmi új megoldás. És később tudtam meg, hogy az ötödik bíráló az éppen Brazíliában volt, de az volt a legjobb ember USA-ban. Ezt szépen később tudtam meg. És emiatt a világban megváltoztatta a döntését. Na akkor fölgyorsultak, ugye a szolgálati szabadalmat elfogadták, és ennek alapján épült meg tulajdonképp itt a diagnosztikai központ, először egy CT-vel, aztán mikor a lepa is itt volt, akkor még MR is lett. És ebben az volt a fantasztikus, hogy itt olyan technika jöhetett be, amit egy kórház se kapott meg Magyarországon, mert kokom listán volt ezek a legfejlettebb eszközök. Ez pedig az amerikai hadügyminiszter írta alá az én dolgaimat, ami idejött. De a Világbank miatt. És akkor ugye nagyon nagy támadások értek, hogy egy ilyen létesítmény, ami orvosi szolgáltatást is meg állat is csinál, de technikailag tökéletes rendszerben, a legjobb volt az országban. Egy se volt ilyen szinten, pont a kokom lista miatt itt volt a legjobb komputer, summa summarum, ezek voltak a legjobb gépek, ezért minden nagy embert itt is vizsgáltak. De engem megtámadtak rettenetesen a központi bizottságnál, följelentettek 25-en, az mégiscsak tűrhetetlen, hogy egy agrárintézménybe települ a legjobb ilyen technológia Magyarországon, hogy ez tűrhetetlen. És be akarták fúrni. Szerencsére nem sikerült. Szigorú vezető? Professzor. Én tulajdonképpen nem vagyok szigorú vezető, soha nem is veszekedtem senkivel, viszont én toleráns vagyok, és szeretem begyűjteni a tehetséges, nehéz embereket. Tehát elboldogulok velük. Mert a tehetségek sokszor nehezen kezelhetők, tehát ehhez kell egy bizonyos nagyvonalúság, de marhára megéri. Mert ezekkel lehet előre menni. Említette, vagy hát mint hogyha szakmai berkekben, hogy madaras, halas, stb. Tehát, hogy ilyen-olyan szaktekintén, de hát ön több állatfaj esetében is azért otthonosan mozog. Ugye a halakról beszéltünk, hogy az a fiatalkori, mondjam úgy, hogy szerelem, de hát itt fölírtam, hogy vezető vagy társnemesítője volt több államilag elismert fajtának is, és ebben van broiler csirke, húsliba, a májlúd, a pannonfehér húsnyúl, kahib, a húsgalamb, tehát a texán, a merino, tehát, hogy mert minden állatfajt kedveli? Igen, a gyerekkoromban is kezdődött a csigatenyésztéstől a sejemhernyóig, meg a halig, tehát engem mindig érdekelt a másik is. Nem mindig fősodorba, de mindig figyeltem oldalra, hogy mi történik abban az ágazatban. Mert a baromfi volt mindig a legelőbb. Az volt a legfejlettebb. De nagyon sokat, amit ott láttam, azt lehetett a sertésben is ragyogóan alkalmazni, mert az kicsit le volt maradva. Tehát gyakorlatilag az, hogy többen foglalkozik az ember, nagyon sok olyan ötletet ad, meg olyan emberekkel találkozol, amit ha csak egy pályán vagy nem, összeszevelük. A gímszarvas is, ugye az is egy hallatlan érdekes dolog volt, amit Új-Zélandban láttam, és azt rögtön megláttam, hogy ez nálunk is lehetne, és az új-zélandiakkal 1975 óta dolgoztam szorosan, sőt, nekik is terveztem egy ilyen CT központot, de az csak jura.
mert itt látták, és akkor nekik egy hatalmas tenyésztési programát, 20 millió juhuk van, és annak a nemesítésében nem kellett orvossal kombinálni. De Magyarországon ugye egy ilyen gép az orvos szolgáltatásban is óriásit tud teljesíteni. Na mindegy, a szarvas egy fantasztikus, érdekes dolog volt, és már 75-ben elhatároztam az új-zélandi vezetőkkel találkozva, hogy ezt Magyarország és Új-Zéland együtt csinálhatná, mert a magyar szarvas világhírű volt, írtunk is egy nagy cikket ott, és utána ők is kezdtek innen vásárolni. És segítettek nekünk Európa első tulajdonképp háziasított gímszarvas állományát, és ennek technológiáját átadták ingyen és bérmentve, és tulajdonképp nagyon sokáig tudtuk, most is jó a kapcsolatunk, vitathatatlanul, és ami érdekes volt, amikor én 75-ben kimentem, ők hívtak meg, és azt kérték a Magyar Minisztériumtól, hogy küldjön ki egy olyan szakembert, aki a együttműködési területeket meg tudja nézni. Új-Zéland egyik legfejlettebb agrárgazdaságú ország volt a világon, és engem küldött ki, mint 29-33 éves fiatal kutatót, a Báncsa Jenő, a miniszterhelyett, és ott tartoztunk, de nem küldök egy öreg, bejáratott szakembert, te ismered a nyelvet, kommunikatív vagy, te vagy a legjobb erre, hogy felderítsd ezeket. És kiérek, és megkérdeztem, hogy miért Magyarországot választotta, a világ egyik legfejlettebb agrárországa. Azt mondja, mert Európában egyedül ti vagytok a komoly játékosok a magyar agrárgazdaság. A többi operett mezőgazdaság. Mondom, mi? És akkor megindokolták. Nálatok ez a nagyüzemi rendszer, ez a világ egyik nagy modellje, tanítjuk is az egyetemen, most is tanítják. Veletek tudunk mi együtt dolgozni, mert itt is ugyan paraszti gazdaság, egyéni gazdaság, de ennek is nagy üzemek. És azt mondja, nekünk Nyugat-Európa abszolút használhatatlan, mint partner. Így is lett. Utána kimentek a miniszterek sorra, megkötöttük az együttműködést, tehát ebből egy nagyon jó együttműködés lett, és vállalatokat is alapítottak. Summa-summarum így kezdődött a szarvas, és Új-Zéland volt ebben is a legmenőbb piacvezető, 2 millió szarvas volt már akkor farmon, mert begyűjtötték a szabadból, mert olyan erdőkár volt, hogy ez muszáj volt valahogy másképp. És azt mondták, hogy akkor helikopterrel befogjuk a farmokra, óriási adóengedményeket kaptak, sőt, leírhatták az egészet az adóból, és villámgyorsan egy hatalmas ágazat lett. És ez nekem nagyon megtetszett. És akkor kezdtem el. Európában ez volt az első. Hát itt is tulajdonképpen ez is ellenszélben volt. Mostanában mivel foglalkozik, mi az, ami érdekli? Fölírtam én magamnak más vonatkozásban a klímaváltozás, de most már az időnk vége felé járunk, úgyhogy ha ez a rész, arra is nagyon kíváncsi lennék, meg tényleg úgy őszintén, hát mivel foglalkozik, mi az, amire azt mondja, tulajdonképp hogy... most egyik doktoranduszom most fogja befejezni szarvasból a PhD-t, ez lesz azt hiszem az 5. szarvasos, mert 18 valahány van különböző baromfiból, akkor sertés, és már nem minden állatfajban van. Sok. És van még egy nagy álmom, csak ez még nem sikerült megcsinálni. Szeretném a világ első olyan háziasított állatok parkját összehozni, ahol a vadőstől a legkülönlegesebb házi állatfajták egymás mellett bemutathatók. Ez a világon az első lenne, mert ilyen nincs, mert ez izgalmasabb lenne sok szempontból, mint egy vadállatokat tartó kert. Hogyha van ideje, nem a fiatal tehetségeket gardírozza, nem kutat, nem publikál, nem ír, akkor mivel kapcsolódik ki? Mi az, ami kikapcsolódik? Hát, tulajdonképp nekem megmondom őszintén, hogy én 2 évvel ezelőttig még 80 akváriumom üzemelt. De az igazság az, hogy most ez kicsit sok lenne, és ha nem vagyok itt, akkor most nincs igazán olyan bejárat a emberem. Régen az aranyos gépkocsi vezető volt, meg is van még. De én is öregebb lettem, mert kicsit terhes lenne, tehát abba hagytam a díszhalazást, ezt gyakorlatilag 78 éves koromig csináltam, mert ez hobbi maradt, nem is alacsony szinten. És itt van egy nagy kertem, de igazán néhai feleségem volt ennek az igazi tudora. Úgyhogy én most gyakorlatilag ugye elnöke vagyok a Juhtenyésztők Szövetségének, egy új szarvasmarhafajtát hoztunk be 6 évvel ezelőtt, egy gyönyörű ausztrál fajta, annak a szövetségének az elnöke vagyok. Meg az akadémia, a Magyar Agrártudományi Egyetem kuratóriumi tag, tehát van elég olyan, csinálni. Van mindegy.
akkor én mindenhez, a sok mindenhez nagyon sok erőt, kitartást és természetesen jó egészséget kívánok. Ha ez a farm létrejön, vagy bármi olyan van, amiről azt gondolja, hogy a mi kis szűk kereteink között érdemes lenne hírt adni, akkor várom. És jó, nagyon szívesen. Köszönöm szépen, nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm, viszontlátásra.